Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Spolszelecimi műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Az NBA egy második helyén zárta a szezont a kisvárdai futballcsapat. A kékcápáknál marad a szakmai stáb, viszont távozik a csapatkapitány. 15 egyesület közel 150 birkózója lépett szőnyegre a Mr. Tuskupán. Folytatódik Nyíregyházán a példaképek közelről rendezvénysorozat. Fennállása legjobb eredményét elérve a második helyen zárta a szezont az NB1-ben a kisvárdai futballcsapat. Erős Gábor együttese 16 győzelem mellett 11-szer játszott döntetlent és 6-szor szenvedett vereséget. Történelmi siker, második hely az NB1-ben, elsőként is meg volt már az ünneplés? Igen, egy minimális, nem volt olyan hosszú ünneplés, hiszen a srácokat utána elengedtük, és ők másnap már indultak haza, de azért megünnepeltük ezt a második helyezést. Mi múlott ez a második helyezés? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly csapatmunka, és először is szeretném megköszönni a sportigazgatónak, hogy megadta nekünk a lehetőséget. Szerintem megálláltuk a bizalmat megfelelően, és természetesen hatalmas köszönet a stábnak, és itt, ha nem lenne probléma, én szerint meg is említeném őket. Gerlicki Máté asszisztens edző, Tudás Dani erőléti edző, a Szefi Olágeri, ő a technikai vezetőnk, Nagy István játszó, mint a masszöröknek a feje, ha mondhatom így, a masszörguru, és a Szilágyi Norbi, aki a masször is igazából egy kicsit így a szertáros munkába is besegít, és természetesen a kapusedző a Szándor Tomics. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly csapatmunka volt, és hozzátéve, ami a legfontosabb, hogy egy nagyon jó csapat is állt mögötte, akik vevők voltak a mi munkánkra, és tényleg csak a legjobbakat tudom róluk mondani, hiszen szenzációs volt velük dolgozni az egész évben. Hogyha taktikai szempontból közelítjük meg, mivel sikerült felülmúlni akár mondjuk a Puskás Akadémiát, vagy a Fehérvárt, amelyek szintén nagyon jó kerettel rendelkeztek? Ezt nehéz megmondani, mert nem látok bele a többi csapatnak a munkájába, hogy ők hogy készülnek a mérkőzésekre. Azt tudom, hogy mi hogy készülünk rá, és az biztos, hogy a tőlünk telhető legjobbat megpróbáltuk nyújtani. És még egyszer mondom, a csapat vevő volt erre, tehát látták, hogy a stáb felkészült, hogy tényleg igyekszik hétről hétre a legjobbat nyújtani, és ők is ugyanezt tették ki a pályára. Hogyha mondjuk pozitív vagy negatív szemszögből közelítjük meg, melyek voltak a fordulópontok így a tavasz folyamán? Szerencsére negatívat nem nagyon tudok mondani. Talán egy olyan negatív dolog volt, ami a 12. fordulóba vettük át, tehát 12. forduló utántól, és akkor ezt onnan mondanám, hogy ami negatív, ugye ez a 3-0-ról 5-3-as vereség az nem volt egy szép dolog a Fehérvár otthonában, és utána még volt egy hazai pályán egy Mezőkövesd elleni vereség, de ami a legfontosabb, hogy hullámvölgy minden csapat életében van, tehát nincsen, hogy folyamatosan a toppon vagy, a Ferencvárosnak, a Fehérvárnak, a Puskás Akadémiának, mindenkinek voltak ilyen periódusai, de a miénk ez egy rövid ideig tartott szerencsére, és a csapat erejét mutatta, hogy ezután a két vereség után is ki tudtunk lábolni, és gyönyörű szépen befejezni ezt a szezont. Ugye említetted, hogy pihenőre vonultak a játékosok, viszont kiléptek az európai porondra. Meddig tart a pihenő, illetve mikor kezdődik majd a felkészülés? Június 14-én kell majd a játékosoknak visszajönni, és ez egy kicsit fura időzítés lett, hiszen nem volt még sem az én, sem a klub történetében ilyen, hogy csütörtöki napra kell majd időzítenünk, és 21-én lesz, július 21-én lesz az első mérkőzés, ami a Konferencia Ligában fog megtörténni. E tekintetben milyenek a várakozások? Természetesen kíváncsian várjuk a sorsolást. Én szeretném egyrészt örülni az ember, hogyha egy komoly nagy csapatot kaphatna a második fordulóba, de inkább annak örülnénk a legjobban, hogyha olyan ellenfelet kapnánk, aki ellen tényleg egy reális esély lenne a továbbjutásra, és minél tovább eljutni a kupaporondon is. Marad a szakmai stáb, távozik a csapatkapitány. A kékcápák előző szezonjáról és a jövőről Mohácsi Mátéval beszélgettünk. Az A csoportban az Zalaegerszeg és a Nyíregyháza számára fejeződött be legkorábban a bajnokság, ami abból a szempontból örömteli, hogy a biztos bennmaradás sikerült kiharcolni. Most már egy pici idő eltelt, gondolom volt idő értékelni, leülöpettek az élmények. Milyen volt így vezetőként az első A csoportos szezon? Idegtépő volt, ez biztos, sokkal több felelősséggel természetesen és komoly döntésekkel jár, sokkal inkább, mint talán játékosnak lenni. Ugye már tavaly belekóstoltam ebbe kettő szerepkörben, de idén tényleg csupán erre kellett koncentrálnom. Nem volt egyszer.
egyszerű, hiszen már az elején olyan kényszerhelyzetbe kerültünk a Tóth Gergő kiválásával, hogy szinte azonnal változtatni kellett a stratégiákon, és ötödik légiós szerződtetni. Azt gondolom, hogyha összképet nézem, bármennyire is hullámvölgyekkel és hegyekkel tarkított szezon volt, nagyon-nagyon büszke vagyok arra a teljesítményre, amit elért a csapat, hiszen cson nélkül bennmaradtunk. Az összes olyan célt teljesítettük, amit év elején kitűztünk, illetve talán még azt mondom, hogy túl is teljesítettük, hiszen a play-outot sikerült elkerülnünk, illetve a kupában is bejutottunk a legjobb 8 közé. Ahogy teltek a mérkőzések és haladtunk előre a szezonban, lehetett érzékelni azt, hogy egyre inkább a teljesítménye miatt az ellenfelek respektálják az újonc nyíregyházi csapatot? Igen, természetesen ezt a respektet, tiszteletet akkor lehet kívülni, hogyha minél több mérkőzést nyer a csapat. Nekünk voltak nagy bravúr győzelmeink, voltak idegenbeli győzelmeink, olyan kosárlabda fellegvárakban, mint esetleg Zalaegerszeg, Szolnok, vagy itthon az Alba elleni győzelmet, akár az idegenbeli Sopronit említhetném. De felsorolás nélkül tényleg az kellett hozzá, hogy a játékvezetők is, a szakma is, a vezetők is, az egyéb játékosok, edzők is elismerjék a Nyíregyházát, ahhoz győzelmek kellettek, és ezek szépen jöttek is, úgyhogy nem éreztem semmiféle olyan ellenálló tényezőt, vagy olyan egyéb dolgot, ami miatt nekünk eznek sikerülhetett volna. Azt is egyfajta vezetői sikerként lehet elkönyvelni, hogy még a legtöbb csapatnál, szinte minden csapatnál cserélgették a légiósokat. Nálunk egy légiós kellett cserélni, és talán ő sem a teljesítménye, hanem inkább szerkezeti okok miatt. Igen, mi egy ilyen stratégia alapján dolgoztunk. Már az elején azt tűztük ki célul, hogy ugye a 4 légióssal kezdjük a szezont. Az élet átírta, és hozni kellett az ötödiket, viszont mindig az anyagiakat és a büdzsét kell ilyenkor először nézni. Én arra kértem Ákost, illetve a szakmai stábot, hogy olyan keretet rakjon össze, amivel a legkevesebb esély van arra, hogy cserélni kelljen. Persze sérülések, betegségek mindig hozbeszólhatnak, de én úgy érzem, hogy az az egy stratégiai döntése, hogy center pozícióba változtattunk, és inkább egy robosztusabb, nagyobb darab centert hoztunk, aki komoly csapat teljesítményt is, javulást is eredményezett. Azzal tudtunk egy olyat húzni, hogy a bennmaradásunk sima lett. Úgyhogy igen, nyilván addig nyújtózkodj, még a takaród ér, ezt az elvet követtük, és szakmailag is nagyon jól jöttünk ki belőle. Mi az, amit biztosan lehet mondani a következő szezon csapatát illetően? Biztosan lesznek változások, mint minden csapat életében. A légióseink összességében jó teljesítményt nyújtottak, közülük kettőnek ajánlottunk szerződést név nélkül. Azt tudni kell, hogy ebben a helyzetben biztosan nagyon nehéz lesz bárkit is megtartani közülük, hiszen olyan számokat, teljesítményt raktak le az asztalra, ami még most jelen pillanatban biztosan nagyon magasra emeli az árukat. Én bízom benne, hogy sikerül itt tartani közülük legalább kettőt. Ha nem, akkor nyilván újak után kell néznünk, hasonló kondíciókkal és hasonló felfogásban, én úgy gondolom. A szakmai stábbal folytatjuk a munkát, az szinte biztos, illetve a magyar játékosok között van olyan, aki már ugye biztosan távozik Bús Iván személyében, aki a felsőbb ligával az A-osztállyal fölhagy. Vele nagyon jó kapcsolatunk volt, és megértettük a döntését, illetve Bazsó Brunónak, Mokanszki Máténak pedig már élő szerződése van jövőre, Kis Benedekkel pedig előre haladott tárgyalásokat folytatunk, hiszen ő kölcsönbe érkezett hozzánk, az ő maradására is jó esélyek vannak. Hét éremmel zárták a negyedik Mr. Tush birkózókupát a nyírsportese versenyzői. A Bencsiskola csarnokában 15 egyesület, közel 150 birkózója lépett szőnyegre. Két év kihagyás után rendezik meg ismét Nyíregyházán a Mr. Tush Kupa birkózó versenyt. Milyen érzés volt a benyitón itt körülnézni a lelkes, izgatott gyerekeken? Fantasztikus érzés. 66 évvel ezelőtt Sárváron 56-ban bementem a birkózóterembe, és mint minden gyereknek a legnagyobb tulajdonsága álmodozni. Fogalmam se volt, hogy mekkora a világ, csak kijöttem az edzőteremből, fölnéztem a csillagoségre, és azt gondoltam, ahol a égbolt a földdel találkozik, az a világ. Hát ugye azóta 100-szor keresztül kasul utaztam a világot, és rájöttem, akkor nem volt mobiltelefon, nem volt internet, nem volt tévé, nagyon kevés helyen volt rádió. Tehát az embernek nagyon kevés információ. De jó volt azt kimondani, hogy a világnak a bajnoka szeretnék lenni, majd később akartam lenni. És elgondolkodtam, hogy itt vagyok 74 éves, és rólam elneveztek egy versenyt, és sok kis gyerek jön ide, hogy akkor hogy néz ki a Csaba bácsi, vagy milyen az a Mr. Tush, vagy hogy született ez. Fantasztikus légköre, millió baráttal találkozunk évről évre, és egy csodálatos érzés. A mai világban mivel lehet egy mai fiatalt becsalogatni a birkózóterembe, hiszen egy olyan sportágról van szó, amelyben rengeteget kell dolgozni azért, hogy akár az első sikerek is megszülessenek.
Egy fantasztikus sportág, és ha valaki a eszmeiségét, a tartalmát felfogja, nevezetesen nem véletlenül az akadémiákon, minden edzés előtt el kell mondani, hogy milyen birkozott nevelünk. Gondolkodó birkozott. Hiszen a fej a parancsokat adja, a test meg végrehajtja. Nagyon-nagyon sok variáció lehetőség van, és aki megézi ennek az ízét, az lubickol a beláthatatlan lehetőségekben. Én azt gondolom, hogy minden gyerek álma, hogy elképzel valamit. És ebben a sportágban, a szőnyegen nagyon korrekt körülmények között, hiszen súlycsoportok vannak, azonos korú, azonos súlyú, kvázi azonosan erős gyerekek állnak egymással szembe, vagy felnőttek, és csak együletre győztesen. Egy óriási fejjáték, a fejben egy óriási sakjátszma. És az edzőknek az a dolguk, hogy ezt a gyerekeknek elmagyarázzák. Én mindig a kollégáimnak azt mondtam, hogy ha megkérdez egy gyerek, érdeklődik, akkor nem azt mondom, hogy csak, hanem elmagyarázom, mert tudatában kell minden mozgás mindent az idegpályába beépíteni, és meg kell tanítani a gyerekeket ennek a sportágnak a tartalmára, a történelmiségre. Nagyon kevés ország van, ahol 20 olimpia aranyérem van, mint ahogy nálunk ebben a sportágban. Ezeket többségében ismertem, mint kiváló ember volt, és ezek mind összességében adnak egy olyan értéket ennek a sportágnak, különös tekintettel ebben az elpult, értékvesztett világban, hogy itt megfogalmazott szélsz, és magad végigjársz az úton. Tokió után több klasszisunk visszavonult. Milyen a magyar birkózás jövője, gondolok itt a versenyzői létszámra, az utánpótlásra, az infrastruktúrális helyzetre? A sportágakban a világbajnokságok, illetve az olimpiák, 4 évenként meg lesz az olimpia, határozza meg. Hát a Mr. Tusból kiindult Lőrinc testvérek és a többiek kiváló eredményt értek el Tokióban, és azt gondolom, hogy egy fiatal, megújított csapat készül Párizsra, Budapesten lesz a kvalifikációs VB, én nagyon komoly eredményeket várok. 9. alkalommal, 4. alkalommal Mr. Tus néven rendezitek meg ezt a nemzetközi birkózó versenyt. Mostani viadalra honnan, mennyien érkeztek? Most az országból és Szlovákiából érkeztek vendégeink. A legtávolabbi az 460 km-re Bükk község birkózó egyesülete, de Szegedtől kezdve ugye Budapestig és a környező egyesületek versenyzői is részt vesznek a versenyen. A rendezőklub milyen létszáma képviselteti magát, és milyen céllal léptek szőnyegre? 15 fő mérlegelt be, végül is hát a célunk a felkészülés, most lesz egy diákegyes csapatbajnoki döntő, másrészt nyilván sikerek elérése, tehát itt különösen a kicsikre gondolunk, akiknél ugye kisebb csoportokat alakítottunk ki, hogy mindenkinek sikerélménnyel végződjön ez a verseny, tehát az óvis és gyermek egy korosztályra gondolok itt. Említetted ezt a következő versenyt, egyébként egy picit beszéljünk a nyílsport esélyéről, mennyien vagytok, és milyen versenyek állnak még előttetek ebben az évben? Jelenleg Kisvárda és Újfehértó településeken is tartunk edzéseket, tehát ez a nyílsport esély 5-fél száma, az 45 igazolt versenyző. Ezek közül ugye megoszlik, a zöme azért egy 20-25 fő az nyíregyházi versenyző. Ami igazán fő célunk, az ugye a őszi idény, amikor a diákolimpiák majd elkezdődnek, most már csak ilyen csapatbajnokságok lesznek, illetve hát nyáron a Sóstó Kupa strandbirkózó versenyt fogjuk megrendezni, szintén elég nagy létszámmal szokott, és ez is nemzetközire szokott sikeredni. Az önkormányzat is képviseltette magát a Mr. Tus Kupa megnyitóján. Mennyire tartja fontosnak Nyíregyháza város egy olyan sportág támogatását, amely talán kevésbé van reflektorfényben, mint egy látványsportág? Ugye ez a 4. Mr. Tus Kupa ezen a néven, és mind a 4-et támogattuk. Pontosan azért, mert ahogy mondtad, ez nem egy reflektorsportág, viszont ahogy Hegedűs Csaba, világ és olimpiai bajnokunk elmondta,
Ez egy olyan sportág, amely nem csak fizikailag, hanem mentálisan a fejben is eldől, és ezt nap mint nap gyakorolni kell. Na most két év kihagyás után el lehet képzelni azt, hogy megtörte ezeknek a gyerekeknek az edzését, az edzés iránti vágyát, szeretetét, és nagyon fontos, hogy újra szervezték, és több mint 100 gyerek itt van, és vannak külföldről, az ország különböző tájáról itt Nyíregyházán, ami nagyon fontos a városunknak, azt gondolom, és fontos a gyerekeknek is, hogy egymás ellen birkózzanak, sőt idegenek ellen birkózzanak. Folytatódik Nyíregyházán a Példaképek közelerő rendezvény sorozat. Az Akvaese vízilabdázói a jövőben is találkozhatnak olyan sportemberekkel, akiknek pályafutása inspiráló lesz számukra. Örülünk, hogy elkezdhettük ezt a Példaképek közelről programot közel 3 éve, az UVS-evel együtt. Az Akva Sport Egyesületnek az első vendége, mikor meghirdettük, akkor a 3-szoros olimpiai bajnok Benedek Tibor volt, majd azt követően válogatott vízilabdázók jöttek sorban. Dala Döme, aki az OSC-ben játszik, Gangül Edina, aki a magyar válogatott kapusa is azóta Görögországban játszik, Keszthelyi Nagy Rita, olimpiai bronzérmes Tokióból, és még sorolhatnám a sok sportoló nevét. Az volt a jellemző, hogy eddig a sportágunkat, a vízilabdát képviseltük a Példaképek közelről rendezvényeinken, de mai nap ugye bejelentettük, hogy nyitunk a többi sportág irányába, és nem csak a vízilabdát, hanem minden olyan sportágat fogunk képviselni, és ide Nyíregyházára példaként olyan példamutató és eredményeket elért a sportolókat lehozni, akik tényleg a helyi iskolákban, az Akva Sport Egyesületnek a tagjainak, vagy bármelyik felnőttnek olyan példát tud mutatni, hogy motiválást tud neki biztosítani a közeljövőben. Mi volt a tapasztalat, mennyire voltak vevők a gyerekek ezekre a beszélgetésekre, mennyire voltak kíváncsiak ezekre a sportolókra? Azt tapasztaltuk, hogy mindig nagyon várták a gyerekek ezeket a programokat, főleg azért is, mert olyan hát aktuálisan is még napjainkban ismert és nem régi sportolókat hoztunk, akiket akár a tévéből is ismerhettek már más úton, módon. Értem itt a 2-szeres olimpiai bajnok Fodor Rajmundnak a személyére, aki nem csak hogy olimpiai bajnok, hanem mellette az Exatlon Hungary-nek is volt játékosa. Nagyon nagy siker volt az, amikor érmeket hoztak le, és testközelből nem csak képeken vizuálisan láthattak érmet, hanem megfoghatták, nyakukba vehették, és úgy fotózkodhattak vele. Ez is egy nagyszerű élmény volt a gyerekeknek, meg az, hogy tényleg testközelben ott voltak ezek a sportolók, és a saját szájukból hallhatták azt, amit elmondanak, nem közvetítőn keresztül, hogy miért érdemes sportolni, miért van ez összhangban az élet más területeivel, ahol jól lehet teljesíteni, értjük a gazdasági életben, vagy akár bármilyen szegmensét tekintve, mert a sport az elengedhetetlen ahhoz, hogy nem csak hogy egészségesek legyünk, hanem agyilag is frissen tudjuk magunkat tartani. Tervek szerint hogy néz majd ki, évente hány ilyen találkozót szerveztek, és mikor lesz az első? Évente 5 alkalommal szeretnénk Példaképek közelről programot szervezni. Most nyáron lesz az első alkalom, ősszel lesz 2, és tavasszal 2. Ilyen bontásban fogjuk majd szervezni. Első alkalommal most már kijelenthetem, hogy a nyári táboraink alatt, ami 5 tábor lesz szervezve részünkről Sóstón, az egyik tábor meglátogatására majd dr. Szabó Tünde olimpiai ezüstérmes nyíregyházi volt úszónk, országgyűlési képviselőnk fog majd minket megtisztelni, és vele kezdjük majd a programunk sorozatát. Hamarosan véget ér majd a bajnokság minden korosztályban, milyen szezon végéhez közeledtek? A bajnokság egy hosszú bajnokság volt, szerencsére megtartottak minden egyes fordulót szemben a tavalyi járványügyi helyzetnek a problémái miatt. Mindenki most már elég fáradt, de kijelenthetjük, hogy nagy tehetséges csapatunk, a gyermekcsapatunk az eddig 11 meccsből 11 győzelemmel debütál. Ez szinte hihetetlen, hogy milyen eredmény ez. És hétvégén Győrben lesz a derbi. Azért mondom, hogy derbi, mert a Győr is veretlen. Egy sorsdöntő meccsünk lesz. A Serdülünk is szépen szerepelnek, ők a tabella közepén helyezkednek el.
és az ifi csapatunk a sajnos a sok tovább tanuló és érettségiző diák miatt gyengén muzsikán, mert nem tudnak úgy edzést látogatni, de összességében elégedettek vagyunk azzal a teljesítménnyel, amit az Aquaese képvisel a vízilabdában, de még van két fordulónk, mint ahogy említettem, most hétvégén volt a hazai utolsó fordulónk, a Polo Akadémi Budapest ellen, és ott is nagyszerű teljesítménnyel drukkoltak elő a három csapatnak a játékosai. A következő az Győr, ahogy említettem, és a legutolsó majd Sopronban lesz. Néhány héttel ezelőtt felmerült, hogy ősztől OB2-es felnőtt csapata is lesz az Aquaesének. Történt-e előrelépés az ügyben? Köszönöm a kérdést. Nagyon várják már a játékosok, hogy milyen döntés születik. Úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy most van itt az ideje még, hogy ilyen nagy lépésekkel haladjunk előre, ismerve a 18 éves múltunkat, hogy lassan, de biztosan jutunk előre, mert lehet, hogy még egy évet várnunk kell. Az a jó, hogy igény már van. Mikor igény már van, akkor onnan sokkal könnyebb építkeznünk. Bár a játékosoknak említettem, hogy ez nem egy hétvégéről szól, itt azért minden hétvégén meccsek vannak, egy kicsit másabb szinten kell kezelni, mint amikor kötelező jelleggel diákként szülő ráhat a gyerekre esetleg, és úgy tud részt venni az edzéseken. Itt felnőtt szinten azért ezt máshogy kezelik, és csinyán kell ezzel bánni, de tervezzük, és biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben tényleg lesz felnőtt csapat Nyíregyházán. Jövőben te leszel a példaképek közelről program, mondhatni az programfelelőse, milyen sportos múlt, milyen háttérrel kerültél ebbe a pozícióba? 29 évet tanítok testnevelést, fociztam, tollaslabdáztam, most is futok, kerékpározok, illetve egy nagyon érdekes sportágat űzök még igazolt sportolóként, ez pedig a tamburelló, úgyhogy a sporthoz a kötődés megvan, és a nagyjainkra pedig fölnézek, és szeretek a társaságban lenni, illetve szeretem azt, hogyha őket példaképként állíthatom mások, elsősorban a gyerekek elé. Pedagógusként hogyan látod, a mai gyerekeknek szükségük van példaképekre? Aj, nagyon, nagyon, nagyon. Már most akkora korkülönbség a tanítványaim is én köztem, hogy néha már nehezen tudom tolerálni az ők is életüket, és azt hiszem, hogy egy olyan értékvesztett világban élünk, ahol talán ezzel tudok hozzájuk közelebb kerülni, hogy híres, eredményes sportolókat álltok eléjük példaképként. Könnyű egyébként egy-egy korábbi vagy jelenlegi sportolót megkérni vagy rávenni arra, hogy egy ilyen programon szerepet vállaljon? Ez változó, nagyon személyiségfüggő, illetve korfüggő. Az aktív sportolók ugye nehezen mozdulnak, mert edzés, verseny, stb. Az idősek azért mozdulnak nehezen, mert idősek. Tehát ez a 40-es, 50-es, 60-as korosztály az, aki első szóra jön. De például most a hétvégén volt egy olyan élményem, hogy Hellebrand Mátét hívtam föl, hogy lenne egy megjelenés. Egyből azt mondta, hogy igen, ott leszek. Tehát nem kérdezte, hogy miért, mennyi időre, hanem jött is. Úgyhogy egy üdítő kivétel volt, de szerintem meg fogjuk tudni oldani, hogy ide Nyíregyházára, és ez az év 5 alkalom, ez nem olyan sok. Ennyi fért a mai sportszeretbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.